Köntörfalazás nélkül és nagyon határozottan ki kell jelentenünk, sőt figyelmeztetnünk kell rá, hogy a Magyar Posta esetében egy kötelező oltás bevezetése katasztrofális következményekkel járna, gyakorlatilag az összeomlás szélére sodorná a postát. Mint tudjuk, a múlt hét folyamán a kormány felhatalmazást adott a felelősséget áthárítva a munkavállalóknak, hogy bevezethessék a kötelező oltást, és mivel a posta állami cég, ezért komoly veszélye van annak, hogy itt is be fogják vezetni a kötelező oltást, bár hivatalosan ezt még nem erősítették meg, de szeretnénk elébe menni és szólni nekik, figyelmeztetni őket, hogy meg se fontolják. Hivatalos statisztikák nincsenek a postások átoltottságát illetően, de azért következtetni tudunk. Mint ismert, Magyarországon ma szűk 6 millió beoltott van, de az arány jóval magasabb a 65 év felettiek között, és a munkavállalók azért nagy többségében, bár vannak kivételek, de mégis az aktív korosztályból, tehát a 18 és 65 év közöttiek közül kerülnek ki, így nem túlzás azt állítani, hogy minimum 50-50% az oltottak és az oltatlanok aránya a munkavállalók körében. Úgy gondolom, ezt a számot vonatkoztathatjuk a postára is. Arra a postára, amelyik egyébként hosszú évek óta a brutális emberhiány és a rendkívül rossz körülmények között óriási gondokkal küszködik. És tekintetbe véve, hogy aki eddig nem oltatta be magát, annak nyilvánvalóan nyomós oka van erre, ezt a döntését tiszteletben kell tartanunk. Tiszteletben kell tartani a kormánynak és a Magyar Posta vezérigazgatóságának is, nem zsarolhatják őket ezzel. Ha mégis megteszik, akkor a már eddig is hatalmas gondokkal küszködő Magyar Posta gyakorlatilag a káoszba fulladna. Magyarországon elengedhetetlenül szükséges, hogy legyen egy normálisan működő postaszolgáltatást, ezzel a társadalom stabilitását veszélyeztetnék, ezért a Mi Hazánk mozgalom felszólítja nyomatékosan a kormányt és a Magyar Posta vezérigazgatóságát, hogy eszük ágában se legyen bevezetni a kötelező oltást. Azonban ezt az energiát, amit az oltás propagandába fektetnek, igazán fektethetnék értelmesebb célokra is, például arra, hogy a postából kigyomlálják az úgynevezett kalmár szellemiséget, ne különféle értékesítési elvárásokkal traktálják a postásokat, hanem térjenek vissza a posta tradícióihoz, az alapvető szolgáltatásokat lássák el megfelelően, ehhez viszont nagyságrendekkel jobb körülmények és jobb fizetések kellenek. Mert amit fizetésemelésnek hívnak, az semmi, az egész egyszerűen nevetséges. Úgyhogy a magyar kormánynak az Európai Bizottsághoz kellene fordulnia, mindenféle ködös és nem átlátható bélyegvásárlásokon kívül egyébként, hogy ezt a 15 milliós eurós keretet, ami felhasználható az állami ráfordításra, ezt meg tudják növelni, de ezt még egyszer sem próbálták meg, ellentétben lengyel testvéreinkkel, akik ezt ki tudták járni az Európai Bizottságnál, és meg tudták emelni a lengyel postások fizetését. Mint látható, tennivaló tehát van bőven, de az semmi esetre sem a kötelező oltások bevezetése.